Kedvező terméshozamok, kimagasló mennyiséget sikerült betakarítani kukoricából idén megyénkben. Lassú a fejlődés Nagyecseden, a tervezett beruházások megvalósultak, és a következő évre is igyekeznek pozitívan előre tekinteni. Felemás évet zárt a múzeumfalu, az előző év látogatóinak alig felét tudta fogadni idén a sóstói skanzen. 902 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, meghalt 131 beteg, így az elhunytak száma 9292 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, az aktív fertőzöttek száma pedig csökkent. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az 5 kijelölt kórházi oltóponton ma is zajlik az egészségügyi dolgozók oltása. Az első Pfizer vakcina szállítmány 9750 adag oltóanyagot tartalmazott hétfőn délután, ehhez 6000 ampullányi orosz vakcina is érkezett Magyarországra. A járvány lassítása és a kórházak teljesítő képessége érdekében továbbra is fontos a védelmi intézkedések betartása. A kijárási tilalom szilveszterkor életben lesz. A kései betakarítás ellenére is kimagasló termés átlagot hozott a kukorica idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A napraforgó és a búza hozama sem maradt el az elmúlt évek átlagától. A burgonya minőségére nem lehetett panasz ebben az évben. A nagy mennyiségű import és a koronavírus miatt azonban zuhantak az árak, ami hatalmas károkat okozott a gazdáknak az értékesítés során. Az idei év újra komoly kihívásokkal állította szembe a hazai szántóföldi növények termelőit. Az extrém időjárási feltételek közül idén a több hónapig tartó tavaszi aszály és a nyári heves esőzések emelhetők ki. A nehézségeket az időjárás mellett a koronavírus okozta fennakadások is súlyosbították. A kihívások ellenére a szántóföldi növénytermesztés idei eredményei kifejezetten kedvezőek. Az idei kukorica hozam például kimagasló eredményeket hozott a megyében, pedig a kezdeti időjárási viszonyok nem ezt vetítették előre. Talán még ha késő is, de azok a magok, amik a kukoricánál még nem kezdtek el csirálni, azok kikeltek végül is, és azt gondoltuk, hogy azok nem fognak a későbbiekben csövet hozni. Hál' Istennek ez nem így alakult, hozott csövet. A kukorica termés átlaga egy kimagasló egész megyében, sőt voltak olyan járások, ahol 120-140 mázsás átlagok is születtek, ami a mi megyénkre nem jellemző. Egy 95%-os betakarítottságnál a 9,5 tonna fölött vagyunk a megyei átlaggal, ez egy kimagasló eredmény. Ez annak köszönhető, hogy a nyári kalászosokat végül a vártnál jóval kevésbé viselte meg a tavaszi aszályos időjárás. A napraforgó hozama 2,7 tonna volt hektáronként, ami ugyan elmarad a tavalyitól, de az elmúlt évtized átlagát így is sikerült teljesíteni. A búza betakarítása késlekedett ősszel, a talaj minősége ugyanis sokáig nem tette lehetővé a munka kezdetét. A termés átlag itt is átlagosnak mondható, viszont az aratás késlekedése miatt sok gazda elmulasztotta a tavaszi búza elvetését. A burgonya minőségére sem lehetett panasz idén, az árzuhanás és a nagy mennyiségű import miatt azonban nehéz helyzetbe kerültek a gazdák. Kicsit többet vetettünk, mint szoktunk a megyében, és sajnos piaci zavarokat is okoz itt a megyében, és talán lehet, hogy országos szinten is többet vetettünk attól, amit szoktunk, és sok piaci probléma keletkezik országos szinten is ebből, de ezt lehet okozhatja azt is, hogy Belgiumból, Franciaországból, Lengyelországból rengeteg burgonya érkezik az országból. Nem tudom, hogy ez a fuvarköltségek hogy tudnak olyan kedvezménnyel párosulni, hogy még így is ránk tudják zúdítani ezt a rengeteg burgonyát. Az aratás tehát már befejeződött, de így is van még munka a földeken. Ebben az időszakban is fontos feladat az ősszel vetett növények gondozása és a talaj előkészítése azokon a helyeken, ahol tavasszal kezdődik a vetés. Emellett a gyümölcsösök metszése és előkészítése is ezekben a hetekben történik.
Nagy Ecsed a vírushelyzettől függetlenül is forráshiánnyal küzdött az elmúlt években, idén pedig még nehezebb helyzetbe kerültek. Összességében csak a járványhelyzet kezelése és a gépjárműadó hiánya 20 millió forintos hiányt eredményez. Ennek ellenére a tervezett beruházások megvalósultak, és a következő évre is igyekeznek pozitívan előre tekinteni. Az elmúlt években jellemzően a terület- és településfejlesztési operatív programból érkező forrásra tudtak eredményesen pályázni Nagyecseden. Nem egyszerű a működési költségeket és a fejlesztési célú kiadásokat és bevételeket egyensúlyban tartani, nyilatkozta a település polgármestere híradónknak. De az előző évekhez hasonlóan ez idén is sikerült. Kovács Lajos hozzátette, a Zöldváros projekt keretében sikerült megvalósítani egy 413 millió forint összköltségvetésű beruházást, ami egy katasztrófavédelmi szolgáltató ház építését és a II. Rákóczi Ferenc művelődési ház teljes körű felújítását tartalmazta. Emellett másik kiemelt projektjük a munkahelyteremtés ösztönzését célozza. A munkahelyteremtés témában iparterületfejlesztési céllal alakítottunk ki két helyen egy zöldmezős beruházásba egy 5 hektáros iparterületet, összközművesítve, körbekerítve. Ez az iparterületfejlesztéses projektünk szintén a területi operatív program keretében került megvalósításra. Egy 131 millió forintos összköltségvetéssel biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy akár a helyi, akár nem helyi vállalkozások munkaerő megtartó fejlesztő tevékenységét, vállalkozás fejlesztési céljait szeretnénk segíteni, bízva abba, hogy a helyi munkanélküliségi rátánkat tudjuk mérsékelni. Elmondhatom, hogy egy másik vegyes projektünk, ami EFOP támogatással bírt, de infrastruktúrális része is volt, és képzés humanerőforrás fejlesztési projekt része is volt. Itt igazából az infrastruktúrális részét emelném most ki, ami a meglévő önkormányzati ingatlanunkat, szociális és szolgálati lakás funkciót ellátó társasházunkat újítottuk föl egy 75 millió forintból, valamint a következő projektünk a szociális városrehabilitációs program keretében pedig a nyugati szegregátum, a település legnagyobb szegregátumában kötelező elemként résztvevő szociális bérlakást alakítottunk ki. Itt gyakorlatilag egy teljesen új ikerlakás épült a szegregátum szélén. Ebben az ikerházban két hátrányos helyzetű, de munkahelyen rendelkező család költözhetett be. Jelenleg egy 5 település konzorciumában megvalósuló projekt is fut, aminek keretében többek között humán erőforrás szolgáltatás bővítést valósítanak meg. Ez többek között gyermekorvost, gyógytornászt, pénzügyi tanácsadást foglal magában. A bevétel kiesés a járványhelyzet miatt Nagyecsedet is negatívan érinti, de a polgármester pozitívan tekint a következő évre is. Nem csak hogy a jövő évi költségvetésünkre lesz, az idei költségvetésünkre már jelentős hatással van, hiszen nyilván minket is érintett az a szigorítás, ami központi intézkedés, kormányzati intézkedésként a gépjárműadó helyben maradó adóként az bekerült a központi költségvetésbe, illetve hát értelemszerűen már az első tavaszi hullám idején, illetve a mostani őszi hullám idején is azért jelentős költségeket jelentenek a védekezésnek a költségei az intézményben, közterületen, egyebek. Itt nálunk Nagyecseden ez egy közel 20 millió forintos költségkiesést jelentett a működési költségeinkből. Jelenleg elbírálás alatt van egy határon átnyúló, közvetlen brüsszeli forrásból megvalósuló beruházásra a település pályázata, ami a városi rendezvénytér és annak környezetének rekonstrukcióját valósítaná meg 250 millió forintos összköltségvetéssel. Az előző év látogatóinak alig felét tudta fogadni idén a Sóstói Múzeum falu. Ennek ellenére elégedettek, mert a tervezett programok nagy részét meg tudták tartani. A járványügyi helyzet átalakította a látogatói szerkezetet is. Elmaradtak az iskolás és más csoportos kirándulások, viszont nőtt a családos érdeklődők száma. Jövőre az állandó programok mellett új időszaki kiállítások is várják majd a látogatókat. A tavaszi korlátozások után a szabadtéri skanzenek hamarabb megnyithatták kapuikat a látogatók előtt, mint a kőmúzeumok, így a Sóstói Múzeum falu május 8-án fogadhatott először vendégeket. Így csak az év elejé programok és a szezon zárásként tervezett Mártonnap maradt el. Az idei látogatószám az eddigi összesítések szerint közel 33 000 fő, ami jóval az előző évek átlaga alatt van.
korábbi évek látogatói átlagát tekintve egy olyan 61-65 ezer között mozgott a látogatói létszám. Nyilván a pandémiás helyzet miatt nem tudtunk ekkora látogatószámot elérni, mint az elmúlt években, de azt gondolom, hogy a jelen helyzetet figyelembe véve ez is azért egy elég szép szám, hiszen a diákok azok, akik nagyon hiányoztak a mi látogatóink közül, ők a járvány ennyi helyzet miatt kevésbé látogatták a múzeumfalut, tehát ez azért érzékelhető, hogy ez a csoport, ez kimaradt a látogatóink között, viszont növekedett a családosok száma, akik családdal érkeztek, és nyilván elmaradtak a csoportos, húszos kirándulás résztvevői is. Azt tapasztaltuk, hogy az ország különböző részeiből jöttek nyáron Sóstóra, és minket is meglátogattak, és megnézték a múzeumfalut is, tehát ebben a tekintetben kicsit átalakult a látogatóknak az összetétele. Még a korábbi években viszonylag kiegyenlített volt a kül- és belföldi látogatók aránya, idén ez is változott. Külföldiek főleg Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából érkeztek, ezt a belépéskor elkért irányító számok alapján tudták összegezni. Amikor zárva tartott a skanzen a dolgozók, akkor sem unatkoztak, háttérmunkákat végeztek. Elkészült egy látványtár, amelyben az eddig raktárban tárolt közel 30 ezer tárgyból láthatnak csoportosítva különböző típusokat. Egy nagy beruházás keretében pedig elkészült egy új műtárgy raktár, ahol a gyűjtemény szakszerű elhelyezése zajlik jelenleg is. Még készül egy új állandó kiállítás, amely egy a múzeumnak ajándékként adományozott tárgyakból áll. Ez az úgynevezett Pécsi Kovács gyűjteménynek a bemutatása, ez több mint 700 darab tárgyból áll. Ezt az idén december 31-ig kell megvalósítanunk. Nyilván a következő évben fog új kiállításként majd a látogató ezzel találkozni, és ennek lesz egy második üteme is, amit majd a következő évben kell majd megvalósítanunk. És ezen túlmenően időszaki kiállításokat is tervezünk. Ennek a megvalósítása nagyrészt attól függ, hogy tudunk-e pályázat keretében ezeknek megvalósítására pénzt hozzárendelni a kiállításokhoz. A tervek szerint 2021-ben április 1-től október végéig tart majd nyitva a Sóstói Múzeumfalu. A korábbi években megszokott programokat megtartják, vagyis felelevenítik majd a húsvéti, a majális, a pünkösd, a Szent Ivánéi és az augusztus 20-ai hagyományokat. Idén új elemként jelentkezett, de csak korlátozottan tudták megtartani a pásztor forgatagot. A nagy érdeklődésre való tekintettel azonban jövőre ezt is újra megszervezik, remélhetőleg korlátozások nélkül. Ebrendészeti telep, foglalkoztató műhely és egy közösségi ház is épült idén Ibrányban. A városban a jövőre vonatkozó tervekből sincs hiány, mások mellett sporttal kapcsolatos beruházások és új, szociális célú intézkedések is terítéken vannak. A településen a Tisza partot is tovább fejlesztenék. Ahogy sok más helyen, úgy Ibrányban sem gondolták még az év elején, hogy 2020 szinte egészében egy járvánnyal kell szembenézniük. Ekkor még rendezvények is voltak szép számmal, tavasszal azonban már sorra maradtak el. A járványhelyzet első intézkedései részeként védőmaszkokat gyártottak a lakosok számára, és a bevásárlásban is segítettek nekik. A pandémia a város költségvetésére is rányomta bélyegét, ám az önkormányzat mindvégig olyan gazdálkodást próbált megvalósítani, hogy a lakosok a lehető legkevésbé érezzék meg a rendkívüli helyzet negatív hatásait. Itt példaként megemlítem, hogy a tavaly bevezetett iskolakezdési támogatást a nehézségek ellenére sikerült fenntartanunk. Tehát ez azt jelenti, hogy itt óvodáskortól egészen a felsőoktatásban résztvevőket támogatjuk. Aztán itt, ha már a veszélyhelyzetet említettük, itt az ingyenes gyermekétkeztetés is folyamatos volt az arra jogosultak részére. Az online oktatás alatt, illetve az óvodai távollét alatt is biztosítottuk ezt, mint ahogy jelenleg is biztosítjuk. Új intézkedés volt, szociális célú intézkedésünk volt a letelepedési támogatásunk bevezetése, amely azt jelenti, hogy az új lakást építőket 500 ezer forinttal, illetve a használt lakást vásárlókat 250 ezer forinttal segítettük.
A helyi időseket is támogatták, idén 3 alkalommal juttattak el számukra komplex vitamin készítményt, hozzájárulva egészségük megőrzéséhez. A városban beruházásokból sem volt hiány, saját forrásból nagyhalásszal közösen alakította ki ebrendészeti telepet, régóta megoldatlan volt ugyanis a kóborkutyák problémája. A létesítmény, amely egyszerre 10 kutyának tud tágas, korszerű kennelekkel helyet biztosítani, egy ibrányi állatvédő egyesület bevonásával üzemel. Járdaépítés, egy parkoló és szolgálati, valamint bérlakások kialakítása is megtörtént az elmúlt egy évben, utóbbiak a népesség megtartásához is hozzá tudnak járulni. 2020-ban egy foglalkoztató műhely is elkészült, a szegregátum területén pedig egy közösségi ház, mindez több 100 millió forint értékben. Egy kis buszt is kapott a település a LIDAR program keretében. A Tiszapart sem maradt ki a fejlesztések sorából, öltözőkabinokat, zuhanyzókat, baba-mama szobákat telepítettek a strandra, ezeket azonban csak egy hónapig lehetett használni az érkező árhullám miatt. A parton újabb beruházások történhetnek a közeljövőben egy közösségi szintér kialakításával. A zöldváros pályázat megvalósítása is folytatódik jövőre Ibrányban, emellett a szociális célú intézkedések köre is tovább bővül. Bevezetésre kerül egy új támogatásunk, a tartós ápolásra szoruló betegek hozzátartozói részére szeretnénk támogatást nyújtani, amit majd igényelniük kell az érintetteknek, illetve jövő évben lesz esedékes egy óvoda korszerűsítési pályázatunk, amelyre bruttó 30 millió forintot nyertünk, a városi óvodánkat fogjuk tudni fejleszteni ezzel, illetve nagyon örültünk annak a jó hírnek, hogy egy szabadtéri kondicionáló parkot fogunk tudni kialakítani, egy D-típusú sportpark beruházást tud megvalósulni itt Ibrányban. A focipályánkat is fogjuk tudni fejleszteni, egy edzőpálya világítás korszerűsítéssel, amely egy bruttó 18 milliós támogatás. A további tervek között szerepel, hogy az Agrárminisztérium által meghirdetett településfásítási program keretében 30 platánfát ültetnek el a városban a következő évben. Négy győzelemmel és 3 vereséggel az amatőr NB1 zöld csoportjának 5. helyén zárta az évet a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese január 3-án vasárnap a Sereghajtó BKG Prima Akadémia csapatát fogadja a Szent Imre gimnázium csarnokában. Két rutinos játékos mellett csupa fiatal kosarassal vágott neki a bajnokságnak a nyíregyházi együttes. A koronavírus járvány az NKS helyzetét is megnehezítette, a Szent Imre gimnázium csarnokában ugyan lehetett edzeni, de a tréningeken gyakran voltak hiányzók. Ősszel végül 7 meccsen lépett pályára Farkasinszky Gyuláni együttese, és sikerült pozitív mérleggel, 4 győzelem mellett 3 vereséggel zárnia az évet. Ez az 5. helyhez volt elég az amatőr NB1 zöld csoportjában. Én úgy gondolom, hogy amellett, hogy rengeteg betegünk, sérültünk van, komplet csapattal még ebben az évben egy mérkőzésen nem tudtunk játszani, tehát ahhoz képest ez egy nagyon jó eredmény. Egyetlen egy mérkőzés az, ami egy kicsi hiányérzeten van, az a Zsíros Akadémia, ami szerintem egy fogható mérkőzés lett volna a hazai pályán, ott valahogy nem úgy állt össze a csapat játék, és valahogy nem úgy küzdöttünk, ahogy az szükséges lett volna, de a többi mérkőzésen úgy gondolom, hogy elmentünk Diósgyőrbe, ahol szinte magas ember nélkül játszottuk végig a mérkőzést, és egy igen szép eredmény sikerült elérnünk, amellett, hogy nem győztünk, de amellett nagyon tisztes volt a helytállás. Kislenkénél például mentünk föl megint csak egy fél csapattal, de ott annyira nagy küzdés és pontosság volt már a második félidő, de azt a mérkőzést is sikerült megnyerni. Úgy gondolom, hogy ebben az évben, amit meg tudtunk tenni, azt mindenféleképpen megtettük. Tehát én úgy gondolom, hogy a nagy csapatnak ez az eredmény, ez a helyezés, ez maximálisan jó. A lányok többsége a felnőtt meccsek mellett a junior, illetve a kadett csapatban is játszik. Ez a két gárda a kiemelt bajnokságban szerepel. Nekik ezek a mérkőzések, ezek csak előbbre vihetők. Na most az, hogy itt azért minden pontérés, minden egyes lépésért meg kell küzdeni, ez sok esetben azért mentálisan nagyon nehéz. Tehát ugye ezek a játékosok, akikkel nem játszunk, heti 8-akat, 10-eket edzenek, sok esetben ugye a délelőtti tanóra keretén belül külön edzéseik vannak. Mi nem tudunk ennyit edzeni, mert ugye mi játékosaink iskolába járnak, de úgy gondolom, hogy
hogy azokat a mérkőzéseket, amit meg lehet fogni, tehát azokat a mérkőzéseket ebben az évben fogtuk úgy a kadettel, mint a juniorral, és nekünk azt tudomásul kell vennünk, hogy mi az első 8 csapat közé azért nem tudunk bekerülni, bármennyire is szeretnék, viszont ezt a középmezőnyt, ezt a 10-től 16 helyig, ezt maximálisan fogjuk tudni tartani. A nyíregyházi felnőtt csapat vasárnap már bajnoki pontokért lép pályára. 13 órától a BKG Prima Akadémia együttesét fogadják a Szent Imre Gimnázium csarnokában Farkasinszki Gyuláné tanítványai. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. Habár későn kezdődhetett el idén az aratása, a kukorica kimagasló termésátlagot produkált idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Emellett a búza és a napraforgó hozama sem maradt el az elmúlt évek átlagától. A megyei burgonya minőségére sem lehetett panasz ebben az évben, a nagy mennyiségű import és a koronavírus miatt azonban zuhantak az árak, ami hatalmas károkat okozott a gazdáknak az értékesítés során. Nagyecsed a vírushelyzettől függetlenül is forráshiánnyal küzd az elmúlt években, idén pedig még nehezebb helyzetbe kerültek. Összességében csak a járványhelyzet kezelése és a gépjárműadó hiánya 20 millió forintos hiányt eredményez. Ennek ellenére a tervezett beruházások megvalósultak, és a következő évre is igyekeznek pozitívan előre tekinteni. Jelenleg elbírálás alatt van egy határon átnyúló közvetlen brüsszeli forrásból megvalósuló beruházásra a település pályázata, ami a városi rendezvénytér és annak környezetének rekonstrukcióját valósítaná meg 250 millió forintos összköltségvetéssel. Az előző év látogatóinak alig felét tudta fogadni idén a Sóstói Múzeum falu, ennek ellenére elégedettek, mert a tervezett programok nagy részét meg tudták tartani. A járványügyi helyzet átalakította a látogatói szerkezetet is. Elmaradtak az iskolás és más csoportos kirándulások, viszont nőtt a családos érdeklődők száma. Jövőre az állandó programok mellett új időszaki kiállítások is várják majd a látogatókat. December 29-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel holnap este várjuk legközelebb Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Már a munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!